A Jedlikányos Szakkollégium két éve tartotta meg hagyományteremtő jelleggel első tudásnyitó táborát. Az ingyenes, háromnapos rendezvényen azon első éves hallgatók vehettek részt, akik kimagasló felvételi pontszámmal érkeztek az egyetemre. A gólyák Haraszti László kollégiumi referens és a kollégiumi szenyorok köszöntőjét követően inverz egyetemi előadást hallhattak és csapatépítő játékokon vettek részt. Az elsődleges és talán a legfontosabb, hogy az egyetemre kerülő első éves hallgatók még nincsenek tisztában a kollégiumoknak a viszonyaival, és így első kézből személyesen ismerhetik meg a szakkollégiumunkat, illetve hát közösségi szempontból fontos, hiszen amikor ide kerülnek az egyetemre, akkor többnyire nem ismerik a többieket. Itt viszont a tábor alatt jól össze tudnak szokni, és egy jó csapat alakul ki a végére. Megismerik egymást is, a szakkollégiumnak a tagjait, a patronáló hallgatókat is, illetve hát magát a szakkollégiumot is. A második napon a felvételizők színes bemutatók és érdekes előadások keretein belül a mérnöki kar és a műszaki informatikai kar kutatási területeivel ismerkedtek meg. Az elsősöknek volt alkalmuk kicsit bebarangolni az egyetem épületeit is, és a patronoktól informálódni a rájuk váró egyetemi életről.